Vendégem a stúdióban pedig Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt is a stúdióban. Megvan a 106 egyéni jelölt, vannak köztük új nevek is. Mi indokolta a cserét? Tegyél visszabuglanik, hogy a Fidesz elnöke nem szokott a levegőből beszélni, és a miniszterelnök úr azt mondta, hogy mi készen állunk, és ez így is van. Ezt mutatja az, hogy ezen a héten a Fidesz országos választmánya döntött, és megvan a 106 jelölt. Alapvetően a 106 jelölt esetében azt gondolom, hogy három olyan szempont van, aminek meg kellett felelni, és mind a 106 jelöltünk ezeknek a szempontoknak, elvárásoknak megfelel. Egyrészt az, hogy beágyazottak. Ez azt jelenti, hogy ismerik a választókerületet, a térség problémáit, lehetőségeit, megoldandó gondjait. A másik, hogy eltökéltek legyenek annak érdekében, hogy a választókerület fejlesztését végre tudják hajtani. Én régóta dolgozom velük, és tudom, hogy ők ilyenek, tehát frakcióüléseken, hogyha a helyi ügyekről kerül szó, akkor nem ismernek lehetetlent. Így tudják ellenőrizni ezt az eltökéltséget ezek szerint? Hát látszik, hogy ki az, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a választókerületében a szükséges fejlesztések meg tudjanak valósulni. És a harmadik, ami azt gondolom, hogy a mi politikai közösségünkben alapvető elvárás, hogy mindannyiunknak Magyarország az első, a nemzeti érdek a legfontosabb. És olyan 106 jelöltje van most a 106 választókerületben a Fidesz-KDNP-nek, akik megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, tehát én azt gondolom, hogy kitűnő jelöltjeink vannak, és a magyar embereket csak bíztatni tudom arra, hogy a bizalmukat helyezzék a Fidesz-KDNP jelöltjeikben majd április 3-án. Az ellenzéki tömörülés is folyamatosan a közös listával van elfoglalva. Kiszivárgott olyan hírek szerint, hogy a DK és a Jobbik kapja a legtöbb listás helyet, őket követi a Momentum, és a több, mint pedig a többi párt osztozik. Márki-Zay Péternek szemmel láthatóan egyre kisebb beleszólása van ezekbe a közös egyeztetésekbe, mert a nagy részére meg sem hívják. Miközben ő folyamatosan sérteget különböző társadalmi csoportokat. Van olyan csoport, akit még nem sértett meg az ellenzék miniszterelnök jelöltje vajon? Hát sokat kéne gondolkodni, hogy meg tudjak nevezni olyanokat, akiket még nem sértett meg. Egyébként a baloldali listaállításhoz egy pillanatra visszakanyarodva, ugye mi számtalan alkalommal elmondtuk, hogy baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Na most ezek a kiszivárgott információk, amiket az imént említett, szintén ezt erősíti. Neki lesz a legnagyobb frakciója vélhetően. Ez egészen bizonyos, hogy így lesz, ez is ezt támasztja alá. Tehát az is biztos, hogy ebből a szempontból Márki-Zay Péter valóban csak egy újabb kirakat figura. Már Karácsony Gergelyt lecserélték, most őt ütették oda. Az viszont nagyon sokat mondó, hogy miket mond, és azt milyen stílusban mondja. Élelmiszerárstopp, benzinárstopp, rezsicsökkentés, 13. havi nyugdíj, ezekben az a közös, hogy szolgálja a magyar emberek érdekét, és Márki-Zay Péter mindegyiket megtámadta. A rezsicsökkentés azt mondja, hogy azért ők ezt megtartanák, mert ezek jó kezdeményezések, viszont egy kérdés, hogy Márki-Zaynak bármilyen mozgástere lesz-e, tehát hogy ő állít valamit, hogy ezt megtartanák, az ellenzéki pártok viszont nem nyilatkoznak arról, hogy ez valóban így van-e, mert hogy a közös program még erről nem szól. Szerintem ennél rosszabb a helyzet. Hát azért, hogyha megnézzük Márki-Zay Péternek a mondatait például a rezsicsökkentés ügyében, akkor ott nem egy, nem kettő alkalommal egyértelműen kifejtette, hogy ennek a rezsicsökkentésnek, amit mi bevezettünk, és aminek köszönhetően nem szabadultak el Magyarországon úgy az energiaárak, ahogy Nyugat-Európában, tulajdonképpen bármelyik nyugat-európai országban, teljesen világos, hogy ő azt mondta, hogy erre a típusú rezsicsökkentésre nincsen szükség. Nem árnyalta a kérdést, nem azt mondta, hogy nincs rá szükség, szerinte úgy kéne az embereknek rezsicsökkenteni, hogy kevesebb áramot, kevesebb gázt és kevesebb vizet fogyasztanak. Az, hogy amikor azt mondja, hogy a 13. havi nyugdíj az böszmeség volt a visszavezetése, az teljesen egyértelmű, kifejezi a baloldalnak a szándékát, hogy ők ezt eltörölnék. Ami nem
történne meg először, hiszen ők voltak azok, akik eltörölték a 13. havi nyugdíjat, amikor a legnagyobb válság volt, és emelkedtek a rezsiárak, és akkor, amikor egyébként is nehéz helyzetben voltak a nyugdíjasok, akkor nehezítettek a helyzetükön azzal, hogy eltörölték a 13. Pár hét is kezdődik a kampány, említette a 106 egyéni választókerületi jelöltet, de nyilván a Fidesz és a kormány összes politikusa részt fog venni a kampányban. Milyen kampányra számít, hogy fognak neki menni ennek, hiszen azért az ellenzék nagyon nagy erőket vonultat fel önökkel szemben? Hát én durva kampányra számítok, dacára annak, hogy a baloldal kijelölt miniszterelnök jelöltje folyamatosan szeretett politikáról beszél. Na most a szeretett politika jegyében a megsérti durván a fogyatékosokat, a zsidó embereket, a cigány embereket, azokat, akik mernek a Fidesz-KDNP-re szavazni, vagy egyetértenek a politikájával, ostobának tartja azokat, akik támogatják a rezsicsökkentést, végtelenül ostobának tartja azokat, akik szerint a Fidesz-KDNP az bevándorlás ellenes. Hát, hogyha ez a szeretett politika, és erről fog szólni a kampány, akkor vélhetően a rendszerváltás óta a legdurvább és leggyűlölködőbb kampányt fogjuk látni. Akkor fel kell készülnünk majd erre is. Holik István, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.